örülök annak, hogy jó tempót diktáltunk, és ez a tempóval könnyű gólokat lőttünk a második fél időben. A mérkőzés végeredmény azért nem azt mutatja, hogy mennyi különbség van a két csapat között, hanem azt, hogy mai pillanatnyi formánk és hazai pályán ilyen erősek voltunk. Nagyon örülök neki, és főleg annak, hogy biztos játékkal sikerült. Tehát nem az volt, hogy megint kiengedtük a vezetést a kezünkből, hanem próbáltuk egy góra növelni, és a végén ez a 10 gólos győzelem, ez későbbében is nagyon jó lesz, hiszen respektálni fognak minket még jobban, és idegenben azt gondolom, hogy ez egy kicsit megmutattuk az erőnket, hogy jobban kell készülni. Maga biztosan győztünk, de tudni kell, hogy azért szerintem nem reális ez a 10 gól. Én azt hiszem, hogy Pep miatt ma ez volt a pályán, de nem reális, hiszen hiányzott 2-3 játékosuk, olyan játékosok, akik nagyon sok gólt szoktak lőni ebbe a csapatban, de attól függetlenül nekünk örülni kell ennek, és én nagyon remélem, hogy nem lesz szükség majd a gólkülönbségre, vagy a gólok számára, de attól függetlenül nekünk ez jó. Azért a Pixegedre nem az volt a jellemző, hogy akár hiányzott két kulcsjátékos az ellenfélből, akkor 10 gól fölött veri a BL-ben az ellenfeleit, pláne egy ilyen Schaffhausen erősségű csapatot. Ez így van, azt hiszem a BL-ben elég kiegyensúlyozott a csapatunk, és azért mondtam, hogy ez nem reális, de örülök annak, hogy jó tempót diktáltunk, és ez a tempóval könnyű gólokat lőttünk a második fél időben, és ezzel tettünk közé ennyi gólt. Az elején azért nem tudtunk több góllal elmenni, mert nagyon sokat hibáztunk a kapussal szembe, pedig meg voltak a tiszta helyzeteink. A másik fél időben már pontosabbak voltunk elől is, hátul jobban összeálltunk, és ennek köszönhető a különbség. Gondoltam, nehéz meccs lesz, de nem gondoltam, 10 gól végig lesz, de nekünk volt a sok sérült játékos 6-7, és gondoltam Szeged ez a jobban mannschaft, jobban csapat, de mondtam még egyszer, nem gondoltam 10 gól lesz, ez sok, de ez a sport, menjünk 3 nap múlva, nekünk van új meccs, és menjünk tovább. Meccsre készülünk, valamikor nem úgy sül el, de bajnokok ligájában, főleg hazai pályán, és ekkora közönség előtt ez még plusz erőt ad, és nagyon jót kell produkálnunk, és vagyunk annyira jó csapat, hogy az ilyen mérkőzéseket, ezeket jó játékkal tudjuk nyerni és megnyerni. Egyenlített a csoportunk, és azt hiszem, hogy nem szabad még nagyon túlzott következéseket levonni, hiszen még nagyon az elején járunk. Nekünk mindenféleképpen csak a következő mérkőzésre kell koncentrálni, nem foglalkozni ezzel, ki mit játszott, hiszen a mi munkánk múlik az, hogy hol végzünk majd. Majd a legvégén az utolsó két mérkőzésnél ott lehet számogatni esetleg, de addig nem szabad.